mindenkinek szészusát kidroljuk, és itt vagyunk egy következő videóban. Sziasztok, sziasztok, és hát nagyon rég voltam együtt amúgy egy videóban. Az a durva, már nem nagyon vagyok így hozzászokva, na mindegy. Szeretném venni és olcsó játékokat, akkor csekkoljátok le a gtv.com-ot, a link a leírásba. Kövessétek be a Facebook és Insta oldalamat, hogyha szeretnétek minden hónapban PGT Danis termékeket nyerni, és hogyha folyamatosan akartok értesítéseket kapni a legújabb videóimról, vagy esetleg rólam, hogy mit csinálok, akkor szintű megéri bekövetni. Nem más lesz, mint bizony kikémleltem, hogy hol van a hugomnak a titkos bázisa. Bizonyám, direkt megnéztem, hogy vajon merre fele járkál, hogy vajon merre lehet ez a titkos bázis, és hát követtem, és bizony oda ment le abba a lyukba, vagy mivel. Szóval ezt fogjuk most bizony kikémlelni, megnézni, hogy vajon mi van a hugomnak a titkos bázisába. Szóval, hogy esetleg akarjátok, hogy megnézzük, vagy tetszik alapból ez az ötlet, meg minden, akkor már most dobhattok egy lájkot, és iratkozzatok fel légy szíves a csatornámra, és amit még nem mondtam el, hogy Blackkel van egy közös Discord szerverünk, a leírásba lerakom a linkjét, hogyha esetleg bele akartok úgymond csatlakozni, a legfelső sorba ott lesz, szóval hogyha esetleg akartok úgymond Black és az én Discord szerveremre bejönni, akkor a leírásban megtaláljátok, és igazából már nagyon nincs is más dolgotok, csak az, hogy feliratkozzatok és tájkoljátok. Szóval ja, na menjünk, mindegy, vágjunk is bele, és hát elvileg itt kell lemennünk, amúgy igen, van egy ilyen tök menő pisztolyunk, remélem nem kell használnunk, nem tudom, hogy mikkel védte be úgymond a bázisát a hugom, de ja, csukjuk be, hogy azért nagyon mások nem jönnek be. Belépés csak lányoknak, na jó van, ez első küldetésünk, vajon kockáztassam azt, hogy most belépek, de akkor a utálóimnak a 90% azt mondani, hogy ha Dani belépett a lányoknak, lezárt 10-ére, akkor Dani lány, ha meg ilyenek. Megkockáztassam a videó kedvére, nézzém kedvéért, megkockáztatom. Istenem, de várjátok, tudjátok, itt van egy jobb ötletem. Van egy jobb ötletem. Belépés csak fiúknak. Fiúknak, cső, oké, jól van, ennyi. Akkor mostantól a hugomat szítjátok, ő a fiú, easy. Na jól van, oké. Szóval ez mi? Mit utálok a legjobban? Hal, csirke, vagy láva? Hát, mit tudom én? Hát a lávát mindenki utálja, nem? Hát ez így nem. De hogy ez komolyan ilyen? Tehát így bemész és is semmi, zé, hátrány. Hát akkor, csirke? Nem szereti a csirkét, oké, jól van. Nem tudom, mi ez a kék cucc, de amúgy érdekes. Milyen színű rúzs a kedvencem? Honnan tudjam? Már nem azért mondom, de hogy 14 évesen valaki rúzs használ, de úgy gondolom, hogy a piros, szerintem minden lánya a piros rúzs szereti, hát gondoltam. Jól van, oké, hát ez nagyon-nagyon nehéz volt idáig kideríteni az egész dolgot. Húha, na jól van. Melyik poti a legjobb szerintem? Honnan tudjam? Mik vannak itt? Ez milyen poti? Ez gyógyítás bájítala, ez azt mondja, hogy erő, ugye? Nem, ez sebzés bájítala. Ez pedig, ez ilyen lucky potion. Van itt ilyen lucky potion. Nem tudom, mi történt, de ez valami nagy köd. Jó, akkor gondolom, hogy ez. Aha. Jól van, ez ilyen lucky potion volt, érdekes, de mindegy. Kedvenc érc. Hát gondolom, hogy a gyémánt amúgy már nem azért mondom. Smaragd. Ez most komoly? Nem a gyémánt? Na jó van. Ki az, akinek a smaragd a kedvence, és nem a gyémánt? Mondjuk amúgy biztos vannak olyanok, de hát, na jó. Mindegy, amúgy akkor ennek örömére írjátok le, hogy nektek vajon mi a kedvenc érctek a Minecraftban. Kíváncsiak, hogy vajon vannak-e esetleg olyanok, akiknek nem a gyémánt a kedvenc érce, hanem mondjuk tegyük fel a smaragd vagy más. Szóval nyugodtan írjátok le, és hát ja, igazából lecsekkolom, hogy vajon kinek melyik. Oké, menjünk tovább. Ujjaj, itt valami lávás cucc van, vagy ott már azt hiszem látom a hugomnak talán a nevét, vagy nem tudom. Jajaj, okés. Jól van, menjünk szépen tovább. Nagyon jó, ezeket szépen kikerüljük valahogy úgy, hogy ne menjünk bele a dolgokba. Jajaj, jól van, menjünk tovább. Jajajajajajaj, oké, jól van, oké, nagy nehezen bejutottunk, nagyszerű. Itt van valami üveg, mondta, hogy itt nem lesznek mobok, meg ilyenek. Jól van, oké, bárki is jön, az vigyázzon. Bám-bám, jól van. Oké, szerintem elijedt mindenki. Oké, és jó. Aha, itt van valami cucc. Nagyon jó, itt ilyen jumpolgatás. Oké, jól van. Nagyon remélem, hogy azért kibírom vinni a jumpokat. Régen azért eléggé sokat jumpoltam, hogyha esetleg valaki emlékszik rá, meg ilyenek. Szóval azért megvan a tapasztalatom, meg ilyenek szerintem. Jó, nagyon jó. Nagyon jó, nagyon jó, nagyon jó. Hoppá, hoppá. Elsőre, azért, aki van még, valaki, aki esetleg ennyire profin jumpol, azért az na durva. Na jó van, oké, és jó, ide lemegyünk, jaj, jó, oké, nagyon sok gyémánt, nem, ott lesz a bázisa. Ennyire, hogy neki védtük, azért ez eléggé gagyi. Ez milyen érc? Itt van valami durva ért. Azt mondom először, hogy gyémánt, de nem. Oké, hát ahogy látom, eléggé gazdag, mert igazából egy csomó gyémántja van, nagyon remélem, hogy nem tőlem loptál, mert akkor azért abból lesz balhé otthon. Áú, ez egy konyhának tűnik. Oké, jól van. És vajon, aha, ott van a hugom. Nagyon jó. Valahogy be kéne settenként, úgyhogy nem vegyen észre minket. Jó, azért pisztoly, hogy nem tartom a kezemben, mert még a végén azt hiszi, hogy betörő vagyok, vagy valami. Jól van, ahogy látom, éppen nézi a sötét tévét. Hát így is tudtam, hogy eléggé sötét belül. Mindegy, nem ilyenekben nem megyünk. Na, itt van egy aranyhal, ahogy látom, ja. Ilyen kis csap, mit tudom én, mikro... Ó, torta, ó, tortát süt? Wow, oké. Jól van, egy kis leves, nagyon jó. Hát rakok egy kis tákót bele. Na jó, van az azért, az finom a tákó. Jól van, igen, itt ugye a raktár eléggé üres, konyha, hűtő, gyümölcsök, hotdog mindenhol. Azért láttam, hogy eléggé durván előre sütött. Jól van, oké, egy kicsit még kikerüljük, hogy körbe tudjunk nézni. Jó, itt a lila számítógépe, vagyis pink, mindig leszól valaki, hogy esetleg a pinkre lilát mondok, vagy bármi, de mindegy, igen, pink. Bőrönd, minden cucc, oké, eléggé menő gépe van amúgy. Azért nem rossz, igen, itt a ilyen kis ruhák, hát persze, hát nyilván ugye tele van ruhákkal az egész szekrény, mivel hát lányból van, igen. Itt a kis mit tudom én, ilyen macskakaparó, vagy mi ez? Lámpa, jó, na jó van, én szerintem ijesszük meg amúgy. Mi lenne, hogyha esetleg megijesztenénk, kiütnénk a kanapét. Na mi az? Hello! De hogy kerültél ide a bázisomba? Hát, el fogom mondani anyának. Mi az, hogy elmondasz anyának? Nem mindig zavarsz, és mindent elrontasz. Nem rontottam el bejönni. Hát, menj ki! Gyugi már! Menj ki! Miért? Most mi a baj? Most nem jöttem be a bázisba? A bázisomba. Hát... És hogyha kérek tőled valamit, azt meg nem adod meg? Hogy van ez így? Hát most kíváncsi voltam, hogy milyen a bázis, de most nehogy már ne nézhessen meg. Hát most... De én se török be hozzád. Hát betörhetsz, hát most figyelj, hát maximum te ott nem tudsz, nem fogsz tudni átjutni, hát én miért ilyen gagyi csapdákat csináltál, amit bárki meg tud csinálni? Nem is gagyi! Hát ott a kvíznél, nem is volt rossz lehetőség, akár abban, ha rosszul mentem, semmi nem történt. Csak te vagy félig lányból, azért tudtad. Milyen félig lányból? Hallod, átírtam az izéket arról, hogy csak fiúk jöhetnek be, szóval te vagy a fiú. Írni mindenki tud. De jó van, na most jó van, nagyon vicces, na jó, engedj vissza a bázisom, ez most már az enyém. Nem, menj ki! Nem, hú, ez az! Arra van az ajtó, neked meg van 2 lábad, menj ki rajta szépen! Nem hidd el a kaját, amit én csináltam! Elviszem majd a haverokhoz, köszi! Na, nyugi van. Na. Jó, oké, abba hagytam, jó, befejeztem, elmegyek, jó? Jó. Oké, na, szia! Hello! Szia! De most hogy bírok innen kijutni? Hát, ügyesen. Hát hogy? Hát hogyan? Jó van, hát látom, hogy kiállított nem csináltál, szóval itt ragadtunk amúgy, már nem azért mondom. Na mindegy. Mindegy, akkor... Most adtál nekem létrát? Igen. Köszönöm, mindegy, jó van. Én itt jól érzem magamat, na figyelj, legalább köszönjünk el közösen, jó? Jó. Amúgy azt mondja, a kanapéd eltűnt, mert nem vettem fel, na mindegy. Rakok nálam van. Ja? Jó, oké, mindegy, nem baj. Oké, hát akkor srácok! Köszönöm, hogy tudtok velünk ebben a videóban, ha tetszett, dobjuk egy lájkot, hogy iratkozzatok fel a csatornára, meg minden. Ha még akartok ilyesmiféle típusú, stílusú, mindenféle videókat, akkor esetleg dobjátok egy lájkot és írjatok le a kommentben. Szóval, ja, hogyha esetleg akarjátok amúgy, hogy a hugom bosszút álljon, és megpróbálom majd ő betörni az én bázisomba, amit amúgy erősen kétlegos sikerülne neki, de azért megpróbálhatja. Akkor igazából azt is írjátok le nyugodtan, és szerintem akkor ennyi lett volna mostanra. A következő videóm kezdődik a Dani Kalandok csatornámon, találkozunk ott. Én Dani voltam, találkozunk legközelebb. Sziasztok! Sziasztok!